Egy számunkra is még szokatlan várostérségi fejlesztési tervet kellett megalkotnunk itt az elmúlt két évben. Az előző Európai Uniós ciklusokban nem volt jellemző az, hogy várostérségi szinten kell gondolkodni, fogalmazott Kónya István, az alpolgármester kiemelte. A megyei jogú városok mellett Gyula és térsége is bekerült egy olyan országos programba, melyben a fürdővárosnak térségi, hálózatos, komplex projekteket kell megalkotnia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan projekteket kell létrehozni és megvalósítani, amely a négy település, Gyula mellett Elek, két egyháza és lőkös vonatkozásában szimbiózisban áll. Éppen ebből kifolyólag a mi programtervünk is, a városfejlesztési programtervünk és a fenntartató városfejlesztési stratégiánk is ezeket a nagy hálózatos és térségi kihatású projektek is, is tartalmazza, és nekünk a terveket is ennek megfelelően kell készíteni. Csak egy példát mondok, a a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését nekünk úgy kell megvalósítanunk itt ebben az időszakban, hogy már a közlekedés fejlesztési stratégiánkat, a koncepciót úgy kellett megalkotnunk, hogy Gyula Elek közötti kerékpárút, Gyula két egyháza, két egyháza Elek, Elek lőkös háza. Tehát nem állhatunk meg csak ott, hogy mondjuk a Vértanok úti kerékpárutat, vagy a, a Temesvári kerékpárutat felújítjuk, hanem nekünk ebben a stratégiában tágabban is kell kitekintenünk a járás vonatkozásába. Kónya István kiemelte, Gyula központi szerepe megkérdőjelezhetetlen. Nem csak a turizmusban, hanem a szolgáltatásban is, hiszen elekről, kétegyházáról is, lőkösházáról is, Sokan járnak be dolgozni a fürdővárosba. Emellett egészségügyi vagy szociális szolgáltatásokat is igénybe vesznek. A cél az, hogy a stratégiának megfelelően a szolgáltatási színvonalat is erősítsék. Mind természetesen vannak egyedi projektek, akár hogyha mondok egy energetikai felújítás a Krisztián László Az energetikai felújítása, noha egyedi projektként használható, de ha úgy nézzük, hogy mondjuk a Bozsik program keretében, a Gyulasport-Berkén belül, Lőkösházáról, Kétegyházáról és Elekről is jönnek be gyerekek, akkor már könnyen beláthatja a, a néző is, hogy ez egy hálózatos projekt. Tehát nekünk ilyen értelemben is kell gondolkodni a fejlesztésekről. És ami, hogy konkrétumot is mondjak, hogy hogy állunk jelenleg a projektek előkészítésével, tervénk szerint az első projekteket... Ö, ö, itt az első fél évben be is tudjuk adni, már folynak a tervezések, folynak a, a számítások. Kónya István kiemelte, a legfontosabb a kerékpárutak fejlesztése lesz. Gyulána a vértanuk útja mellett a Temesvári úti kerékpárutat korszerűsíthetik. A pályázati felhívásban szerepel, hogy nem csak felújítást támogatnak, hanem új kerékpárutat is kell építeni. Így Gyulaváriban megtervezik és megépítik a Széchenyi úti bicikliutat. Belterületi út faltozása is megvalósul Városerdőn 60 millió forint értékben, ami a főutat érinti. Kónya István kiemelte, amit az első projektek között fognak benyújtani, az a Gyulavári Egészségházat fogja érinteni. A 150 millió forint összértékű projekt tervezése már elkészült, most a pályázati felhívással való összehangolást helyezték fókuszba. 2025. december 31-ig tudják beadni a topos pályázatokat. Gyula vonatkozásában több mint 5 milliárd forint áll rendelkezésre.